Leviatán és más szellemek nevei. Kicsoda Leviatán. Van egy erős, gonosz szellem, akit Leviatánnak hívnak. Ezzel a rendkívül erős démonnal már többször is találkoztunk. Minél többet tudunk arról, hogy mit csinál és hogyan működik, annál valószínűbb, hogy győzni fogunk a vele vívott ádász küzdelemben. 74. Zsoltár 13-14-es versei. Te osztottad meg a tengert a te erőddel, te fékezted meg a sárkányok fejeit a vizekben. Széttörted a leviatán fejeit, és a pusztában lakó népnek adtad ételül. Itt a leviatán a vízzel és az óceánnal van kapcsolatban, és több fejjel van ábrázolva. 104. Zsoltár, 26. vers. Ott mennek a hajók. Ott van az a leviatán, akit azért alkottál, hogy ott játszon. Ézsaiás könyve, 27. rész első vers. Azon a napon az Úr az ő fájdalmas, nagy és erős kardjával megbünteti Leviatánt, a szúros kígyót. Leviatánt a görbe kígyót és megöli a sárkányt, amely a tengerben van. Itt sárkánynak és kígyónak is nevezik, és ismét a tengerre hozzák kapcsolatba. E különleges teremtményre a legteljesebb utalást a Jobb könyve 41. fejezetében találjuk. Pontosságát jelzi, hogy a Biblia egy egész fejezetet szentel a leírásának. Az angol modern language fordítás így szól. Ki tudod-e húzni a krokodilt, a leviatánt egy horoggal, vagy le tudod-e fogni a nyelvét kötéllel? Át tudsz-e húzni egy horgot az órán, vagy át tudod-e szúrni az állkapcsát egy sarkantyúval? Ismételten kérlelni fog téged? Barátságos szavakat fog használni, amikor hozzád szól? Vajon alkut köte veled, hogy életfogytik szolgáddá fogad? Játszanál-e vele, mint a madarakkal, vagy megtartanád-e a lányaidnak? Vajon a halászok alkudoznak-e az ő dolgai felől, felosztva őt a kereskedők között? Meg tudod-e tölteni bőrét tűhegyes dárdákkal vagy fejét szigonyokkal? Tedra a kezed, majd emlékezni fogsz a konfliktusra. Másodszor nem fogod megtenni? Aki azt reméli, hogy úrá lesz rajta, kiábrándul. A látványától az ember megbénul. Senki sem elég vakmerő ahhoz, hogy felbolygassa. Ki az tehát, aki kiállhat előttem, és kitől vettem kölcsön, hogy vissza kelljen fizetnem neki? Minden az enyém, az egész ég alatt. Nem fogok hallgatni a végtagjairól, az erejéről, a művészi arányairól. Kivetkőztette le valaha is vastag páncélzatát, vagy szúrta át áthatóhatatlan pikkejeit. Ki tudja megnyitni annak szája ajtaját? fogai körül rettegés van, a hátát szorosan illeszkedő, szorosan záró pikkelyek borítják. Pikkelyei oly közel vannak egymáshoz, hogy levegő nem juthat közéjük. Egymásba kapaszkodnak, oly szorosan kapcsolódnak, hogy nem lehet őket elválasztani. Tüszentése fényesen csillog, szemei, mint a reggeli sugarak. Álkapcsából égő fáklyák jönnek ki, és tűszikrák lövelnek ki belőle. Ógyukaiból pára tör elő, mint a gőz az égő gyékény felett forró fazékból. Lehelete parazsat gyújt, a szájából láng csap ki. Olyan erő lakozik a nyakában, hogy a pánik jár előtte. Húsának ráncai szorosan egymásba záródnak és mozdíthatatlanul rávetülnek. Szíve kemény, mint a szikla. Szilárd, mint egy alsó malonkő. Amikor felemelkedik, a hatalmasok megijednek és pánikba esnek. Kardal eltalán őt, hasztalan ugyanígy hasztalan a lányzsa, a dárda vagy a gere is. Számára a vas olyan, mint a szalma, a rész pedig olyan, mint a korhatfa, a paritja köveket pedig úgy fogadja, mint a szalmát. A bunkósbotok botok számítanak nála és kigunyolja a gerei suhogását. Alsó részei, mint a cserepek, felszántott barázdákat hagynak a mocsárban, a mélységet úgy forralja, mint a fazekat, a tengert, mint a kenőcsös edényt. Abzó hullámokat hagy maga után, és az ember azon tűnődik, hogy a tenger talán gyorsan növekszik. A földön nincs hozzáfogható, félelem nélküli teremtmény, aki lenéz mindenre, ami a legmagasabb. Ő a király minden, legnagyobb dolog felett. Ő a király a büszkeség minden fia felett. Jobb könyve, 26. rész, 13. vers. Az ő szellemével díszítette az eget, az ő keze formáta a görbe kígyót. Leviatán különösen gyűlöli ezeket a szakaszokat, valamint az első és a második parancsolatot. Pár keveset tudunk Leviatán munkájáról, ez a fejezet és más utalások egyértelműen a tengerhez kötik. Kétségtelenül ő az ihletője a különböző mitológiai tengeristeneknek, melyek Neptunus, Poseidon, Dagon és mások. Mindig van egy démoni istenség az ő tulajdonságaival, aki a tengereket vagy a folyókat uralja. Egyesek úgy vélik, hogy Leviatán volt a legfőbb istenség, akit Atlantisban imádtak, és hogy ezt a királyságot Isten ítéletként elpusztította. A Leviatánnal való szembesülés a szabadító szolgálatban csak néhány dolgot fedett fel a sok közül, amit csinál. Ismételten Leviatán volt a bűnös, amikor komoly problémák voltak a Biblia tanulmányozásra vagy a szellemi célokra való koncentrációval. A korlátozó kötöttségekben, amelyek akadályozzák az imádatot vagy a legtöbb igazi szellemi tevékenységet, ő is érintett. A szent szellemmel való, valódi áramlásra gondolok nem pedig a sekélyes vallásos külsőségekre, amelyek manapság gyakran a spiritualitást jelentik. Egy másik terület, ahol dolgozik, a fiatalok tanulási nehézségei beleértve az olvasást is, a leviatán gyakori jellemzője, hogy jelenléte szinte mindig családi átoknak köszönhető, általában a családban mindenkinek különböző mértékben problémái vannak ezen a területen. Hogy megtörjük az átkot, jelentsük ki. A család mindkét oldalán, a család mindkét oldalán, tíz nemzedékre visszamenőleg, tíz nemzedékre visszamenőleg, megtöröm a leviatán átkát megtöröm a leviatán átkát. És megsemmisítek minden olyan törvényes jogot vagy alapot, és megsemmisítek minden olyan törvényes jogot vagy alapot, amely a gonosz szellemeknek okot ad a működésre. Amely a gonosz szellemeknek okot ad a működésre. Mindezeket megsemmisítem, mindezeket megsemmisítem, az Úr Jézus Krisztus nevében. Az Úr Jézus Krisztus a következő lépés közvetlenül a gonosz szellem ellen irányul, név szerint megparancsoljuk neki, hogy nyilvánuljon meg és távozzon Jézus nevében. Legyetek kitartóak és álhatatosak. A hívőknek valódi épülésre van szükségük a szellemben való imádság által, az értelemmel együtt, biblia szívből jövő dicsőítésre és az úr népével való közösségre. Attól függő, hogy mennyire gyakorol ellenőrzést az egyén fölött, ezeket akadályozza vagy állítja meg a leviatán. Néhány szabadító munkás arról a felfedezésről számolt be, hogy a leviatán felelős az ébredési mozgalmak megállításáért. Gyakran dolgozik együtt a levegőégi, uralkodó szellemekkel, hogy meggátolja és akadályozza Isten szent szellemének mozgását, különösen a csúcspontot jelentő végső, végidőbeli ébredéskor. A Leviatánnal való küzdelem során megtudhatjuk, hogy a Szentírás miért mondja őt hatalmas, ravasz ellenségnek és rémálomszerű szörnyeteknek. Leírása annyira ijesztő, hogy talán még jó is, hogy nem láthatjuk őt szemtől szembe. Ha az Úr megengedi, hogy belelássatok a szellemvilágba, rendben, de ha nem, akkor ne aggódjatok emiatt. Az emberek gyakran kérdezik, hogy látom-e a gonosz szellemeket, akikkel harcolok. Nagyon ritka alkalmakkor láttam már démont, Megkérdeztem az urat, hogy miért nem látom őket mindig. Azt mondta, hogy nekem ezreket kell megtanítanom arra, hogyan űzzék ki a démonokat. Mivel nem láttam őket, de ki tudom űzni őket, más hívőket is fogok tudni bátorítani, hogy csatlakozzanak a harchoz. Ha én láthattam volna a démonokat, akikkel dolgom volt, akkor a többiek hajlamosak lennének arra nézetre jutni, hogy csak azután csatlakoznak a harchoz, mihelyst ők is birtokba veszik ezt az ajándékot. A szellemben látás világa nem vegyítetlen áldás, bár hasznos, de igen gyakran ez az elme másnapossága azután, hogy megnyilásra lett kényszerítve okkult tevékenységekben. Az egyik veszély az a tendencia, hogy elmerülünk a részletekben és szem előtt tévesszük a célt, az ellenség kiütését. A szellemi háború a lényeg, és a fegyverek, amelyekkel azt megnyerjük, minden egyes esetben eltérnek. A leviatán leírása biztosan nem úgy hangzik, mint akivel az ember szívesen találkozna egy sötét éjszaka, vagy akár fényes nappal. Ezt a démoni lényt szinte lehetetlen megtámadni. Annyira erős és hátborzongató kinézetű, hogy ellenségei már a puszta látványától is megbénulnak a félelemtől. Nem természetes emberként megyünk bele ebbe a konfliktusba, viszont sikeresek lehetünk a természet feletti hatalom által, amely Jézusban van. Lukács evangéliuma, 10. rész, 19. vers. Íme én hatalmat adok nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok, és az ellenség minden erején és semmi sem árthat nektek. Azzal, hogy a harmadik égből magasan Lucifer fölött támadjuk a fejedelemségeket, hatalmasságokat, trónokat, uralmakat, világurakat, királyokat, fejedelmeket és minden más angyali rangot, képesek vagyunk győzni. Amikor Leviatán megnyilvánul, számítsatok elszánt ellenállásra a kiutasítással szemben. Gyakran az illető fejének, testének és végtagjainak kígyózó csavarodásával és tekergetésével nyilvánul meg. Az Ézsaiás könyve 14. részében Lucifer azt mondta a szívében, ami egy titkos bűn. Olyan leszek, mint a magasságos. A nagyra vágyó gőg magát a sátánt is csapdába ejtette, és ezt rendszeresen felhasználta az emberek aláaknázására. Mindannyian fogékonyak vagyunk erre, és soha nem vagyunk teljesen immunisak rá. Állandó éberségre van szükség, nehogy a büszkeség megvethesse lábát az életünkben és a gondolkodásunkban. Gyakran anyak és váltájéki fájdalmas merevséget leviatára vezetik vissza. Ahogy elkezd megnyilvánulni, sokszor ezek a tünetek is felszínre kerülnek. Pár nem ez az egyetlen forrása az ilyen problémáknak, mégis bős dolog ellenőrizni a leviatánt. A leviatán kiűzésének egyik közvetlen áldása, a kinézetünk és a szellemi növekedéshez való hozzáállásunk radikális megváltozása. Sokan számolnak be arról, hogy megszűnt az űzavar és jelentősen megnőtt az Isten igényének olvasására és megtartására való képességük. A szörny hosszú részletes leírása után Isten megkérdezi Jóbot, hogy szeretné-e háziállatot csinálni belőle. Ez olyan lenne, mintha egy tirannoszauruszt vinnénk haza háziállatnak. Ha láthatnánk ezeket a félelmetes hatalmakat, amelyeket megtámadunk, még jobban értékelnénk azt a felsőbbrendű hatalmat, amelyet az Úr adott nekünk. Nem csak szembeszállhatunk, hanem büntetlenül meg is támadhatjuk ezeket a hatalmas teremtményeket, ez magyarázza füstölgő haragjukat, dühüket és frusztrált tombolásukat. A Biblia gyakran beszél a foglyok elengedéséről, és ezt Jézusról is megprofétálták. Ahogy Jézust követjük és megtanuljuk cselekedni az ő műveit, el kell engednünk a foglyokat, akiket démoni erők tartanak fogva. A szabadság elérhető. Isten elrendelte ezt, és soha nem szabad hagynunk, hogy a tudatlan és ostoba emberek gúnyolódása vagy ellenállása megakadályozzon bennünket abban, hogy a szabadításra törekedjünk. Mindig lesznek olyanok, akik félreértik, hogy mit és miért teszünk. Tudatlanságukban még azt is fogják gondolni, hogy az Evangélium és az Egyház ellenségei vagyunk. János Evangéliuma, 16. rész 2. vers. Ki fognak űzni titeket a zsinagógákból, és eljön az idő, hogy aki megölt titeket, azt fogja hinni, hogy Istennek tesz szolgálatot. A sátán börtönháza még mindig sokakat tart szörnyű rabságban, és olyan kegyetlen teremtményeket használ, mint a leviatán, hogy űzze, zaklassa és gyötörje őket, elpusztítva minden reményt. Fogságban lenni szörnyű, nyomorúságos lét. Amikor a démonok felülkerekednek az emberek életén, átveszik az irányítást, és az áldozatokat a szellemek mindenféle szeszélye, aljas rabszolgaságba kényszeríti. Bizonyára meg kell ostromolnunk az ellenfél fellegvárát, és el kell pusztítanunk Leviatán királyságát.